Több mint 100 millió forintból felújították és kibővítették az Arnóti óvoda épületét. Az intézmény egy energetikai korszerűsítésen esett át, és plusz egy csoportszobát, illetve tornaszobát is kialakítottak. Az ünnepélyes átadón elhangzott. A beruházással Arnóton egy álom vált valóra. Óvodások műsorával kezdődött az Arnóti óvoda átadó ünnepség. Olyan, mint egy meseház. A sok játék, szép új bútor, frissen meszett, tiszta fal. A településen élők régóta vágytak rá, hogy megvalósuljon a beruházás, aminek köszönhetően felújították és kibővítették az intézményt. Megköszönöm minden óvodai dolgozónak, a nyugdíjasoknak is, és a jelenlegi dolgozóknak az áldozatkész munkáját, bedobozolásba, a kidobozolásba, a sok-sok takarításba, a pakolásba, az átköltözésbe, a visszaköltözésbe, a művelődési házban eltöltött egy év nehéz körülmények között végzett nevelőmunkáját is köszönjük. A felújított óvoda egy energetikai korszerűsítésen esett át, illetve egy csoportszobával és tornaszobával is kibővült. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a családokat tudjuk támogatni, mert ez a nemzet legkisebb közössége. És ebben az időszakban kialakított családtámogatási rendszerünk pedig kifejezetten fontosnak tartja azt, hogy minden gyermek, vágyott gyermek megszülessen. Ehhez pedig nem csak az otthoni körülmények, hanem a korszerű nevelési oktatási intézmények is hozzájárulnak, tette hozzá a képviselő. A rendezvényen az önkormányzati helyettes államtitkár elmondta, hogy bár az ideig vezető út nem volt egyszerű, a település vezetésének kitartó munkája mégis elérte eredményét. Megítélésem szerint az önkormányzatok jó közösségépítő működésének tényezője lehet, hogy odafigyelnek a gyermekeinkre, óvják az embereket, helyben biztos közösséget nyújtva számukra, és védik a lakosság környezetét, életfeltételeit. Az Arnóti óvoda felújítása több mint 100 millió forintból valósult meg.